A Paksi Atomerőmű pályázatán ért el első helyezést Junior kategóriában Gerencsérkergő Tamás. Az országos pályázatra Do It Yourself, azaz Csinált Magad alkotók kreációit várták. A kanizsai fiatal hulladék és maradék anyagokból készített használati tárgyával aratott sikert. A Paksi Atom Erőmű ki ezt a pályázatot, a pályázat neve alkotó energia volt, és ugye volt egy ilyen kis hogy mutasd meg a hobbidat. Hát ezt fontos elmondanom szerintem, hogy ugye ez a pályázat, amit csináltam ebben, rengeteg fizikai dolg is későn nem tanulok itt ilyet, tehát mindent, amit a pályázatomhoz használtam, azt az internetről, a könyvtárból, kikölcsőzött anyagokból, onnét szereztem a tudásomat. Több kategória volt, én a maradék és hulladék anyagból abban neveztem, és ugye abból csináltam meg ezt, hát amit csináltam gyakorlatilag ilyen pontos nevet még nem adtam neki, de ez egy kazán befűtéshez, fával fűtéses kazán befűtéshez alkalmazható eszköz, amivel hát ugye gyakorlatilag a kazán élettartam az azért rövid nagyon, ugyanis a befűtéskor füst keletkezik, ami lerakódik koronként a belső falon. És ez a szerkezet igazából a füstöt kinyomja rögtön a kéményen, és ezért nem tud lerakódni és gyakorlatilag ez a pályázatot ezzel nyertem meg. Korábban is készítettél már ehhez hasonló eszközöket, vagy most ö, kaptál kedvet hozzá? Hát konkrétan ezzel az eszközzel már egy két éve foglalkozok szerintem, tehát ugye mivel tudomásom szerint ilyen még nem létezik, ezért ugye rengeteget Hát saját hiványon is sokat tapasztaltam, sokszor volt olyan, hogy nem sikerült, sokféleképpen nézett már ki, tehát igazából igen. Mit szólt a család ehhez a szenvedélyedhez? Hát igazából támogatni támogattak benne, ugye, hát még egyszer mondtam, hogy sajnos ugye iskolában ilyenkor például segítséget nem tudok kérni, mert itt nem rendelkeznek ilyen tudással, de ők teljesen támogattak ebbe, és mondták, hogy ez egy jó dolog, és hát most meg még jobban örülnek, ugye, hogy eredménye is lett. Mit tanulsz, illetve mivel szeretnél tovább tanulni? Rendészet ágazatként tanulok, 11-es vagyok. Hát ugye eddig úgy volt, hogy a közszolgálati egyetemen fogok tovább tanulni, de ezek után igazából már többen is mondták, hogy lehet, hogy valami ilyen téren is érdemes nem megpróbálni, és hát ezek után is fogok gondolkodni rajta, hogy lehet, hogy egy próbát megér, vagy többet foglalkozni vele, nem csak mint hobbi. A családod, barátok, hogy fogadták ezt a hírt, hogy első helyezést értél el? Hát nagyon örültek, egyrészt volt, aki azt mondta, hogy nem is lepődött meg, mert hogy tudják, hogy azért, hogyha valami belekezdek, azt szeretem befejezni, és akkor tényleg mindent beleteszek, és nagyon hát lelkesít egy ilyen pályázat például, szóval van, aki ezt mondta, de hát itt például az iskolán, akik ugye nem ismernek annyira volt, akik nagyon meg is lepődtek, hogy egy ilyen versenyem sikerült első helyezést elérnem. Indultál meg korábban hasonló pályázatokon? Igazából láttam pályázati kiírásokat, de indulni még nem indultam ilyen, mert akkor még ez az eszközöm, ez még nem volt olyan állapotban, úgy gondoltam, hogy bele mutatni, tehát még nem volt teljesen kész.